Évszázadok óta egy könyörtelen fegyververseny dúl a tengereken, a vízfelszínen és alatta. Egyetlen sortűz több száz embert képes megölni. Ezek elképesztően erős hadigépezetek. A tervezők egyre nagyobb és gyorsabb hajókat építettek ellenfeleik kicselezésére és elpusztítására. Az a nemzet, akinek a legerősebb hadiflottája van, képes arra, hogy elpusztítsa az ellenség hadiflottáját, így irányítása alá vonva a tengert. Aki pedig a tenger, azé a világ. Rettentő fegyvereket cipeltek. A második világháború óta ez volt az első torpedó támadás. Jól kellett csinálniuk. Viszont életeket is mentettek. Nem is keveset. A Gerda 3 egyfajta mentőcsónak volt azoknak, akiket a német birodalom üldözött. És hihetetlen bátorságra sarkalt nőket és férfiakat. Mindenki az ágyúkhoz, mindenki a helyére. Elsüllyedünk, mintsem, hogy megadjuk magunkat. Ezek a hajók és legénységeik írták a közelmúlt történelmét. Egy rakétahordozó tenger alatt járó parancsnokaként elsődleges feladatom volt a harmadik világháború megelőzése. Elérkezett a modern hadihajók ideje. Amikor vízre tették a világ legnagyobb, leggyorsabb, legjobban felfegyverzett és valószínűleg legjobban védett hadihajója volt. Következzék 60 kísérletekkel és hatalmas áttörésekkel teli évtörténet. Sokan azt kiáltották, próbálkozzatok csak a vaskoporsókkal, úgyse jó semmire. A 20. század hajnalán azonban a teljesen fémből készült csatahajó új világrendet állít fel. Itt van ez a címlapra illő hajó. Ijesztőnek és erősnek tűnik. Ez a jövő, és mindenkinek fáj rá a foga. Március 1845-ában történt valami, ami megváltoztatta a tengeri hadviselés jövőjét. A királyi haditengerészet két fából készült hajója mérte össze erejét a La Manche csatornában. Mindkettőben modern gőzgép zakatolt, de még az HMS Alectót lapátkerekek hajtották, az HMS Rattlert egy kísérleti hajócsavar. Nem volt ez más, mint kötélhúzás a tengeren. A két hajótatját összekötötték, majd mindkettő elindult. A Rattler lassan, de biztosan elkezdte húzni az Alectót 2-3 mérföld per órával. A lapátkerekek hatalmas vízmennyiséget csaptak fel, különösebb hatás nélkül. A Rattler hajó csavarja a hajtómű által termelt forgatónyomatékot transformálta hihetetlen tolóerővé. A lapátok nyomáskülönbséget idéztek elő a víz eltolásával, még többet odavonzva a keletkezett űr kitöltésére. A Rattler szépen araszolt a győzelem felé. Nagy híre lett és sok kép született róla, mindenki erről beszélt. A Times kijelentette, a Rattler felsőbbrendűsége teljességgel bebizonyosodott. Nagy-Britannia hatalmas tengeri birodalom, a királyi haditengerészet pedig a legfontosabb szerve. Felelős a kereskedelmi utak védelméért, ami a birodalom gazdagságát, valamint az országban fogyasztott ételt szolgáltatja. Éppen ezért a közvélemény is sokat foglalkozott a tengeri ügyekkel. A nemzeti hős még mindig Horatio Nelson. A Trafalgar óta eltelt 40 év alatt pedig igen kevés változott a tengeri hadviselés terén. Mostanáig. A Rattler és az Alecto által vívott párbaj azonban nem egészen volt tiszta. Az admiralitás ugyanis csalt. A híres neves 1845-ös verseny meg volt bundázva. A Rattler meghajtása kétszer annyi erővel bírt, mint az Alectoé, ez sosem volt kérdés. A haditengerészet tisztában volt ezzel, nem volt szükség hozzá semmilyen kötélhúzásra, ezért is nyert könnyűszerrel. Az admiralitás határozott célja a lapátkerék iránti nagymértékű elfogultság eltörlése volt a nép körében. Előre eltervezték, hogy a haditengerészet érdekében a Rattler nyerjen.
Amikor elkezdték a gőzhajtású hajókat használni, lapátkerekekkel valósították meg. Ez problémát jelentett a hadihajóknál, hiszen a hajó oldal jó részét lefoglalták. Egy hajócsavar viszont a hajó aljára került, így a hajtómű is. Ezáltal a hajó oldala felszabadult, még több fegyver javára. A nagyobb tűzerő pedig nagyobb védelmet kíván. Az 1850-es évek végére a fémhajtóművekről a fémpáncélra helyeződött a fókusz. Az új évtized kezdetével Nagy-Britannia felfedte az addig épült legrettentőbb hadihajóját, az HMS Warrior-t. A Warrior részben Viktória királynő férje Albert herceg javaslatára készült. 1858-ban szerencséje volt látni a Gloire-t, egy építés alatt álló francia hadihajót, melynek egy kulcsfontosságú újítása volt, mégpedig, hogy a hajóteste teljesen be volt borítva vassal. 18 hónap alatt a Warrior vízre került. Ez különlegesen gyors, korabeli és mai viszonyokkal is. A Warrior azonban nem csak vassal volt borítva, hanem abból is épült. A mérete, páncélja és fegyverzete a modern idők első igazi csatahajójává tette. Minden tulajdonsággal rendelkezett, mint amilyenekkel az elkövetkezendő 150 év hajói fémből volt, és az elsődleges meghajtását fosszilis üzemanyaggal táplálták. Amikor vízre tették, a világ legnagyobb, leggyorsabb, legjobban felfegyverzett és valószínűleg legjobban védett hadihajója volt. Gyakorlatilag ebben a pillanatban világszerte felhagytak a fából készült hadihajó gyártásával. A Warrior 102 mm-es páncélzatát arra tervezték, hogy megvédje a csatornán túl lakozó új veszedelmektől. Az 1820-as években a franciák kidolgoztak olyan robbanó lőszert, amelyet ki lehet lőni konvencionális ágyukból. Nos, ha egy ilyen betalál egy fahajó deszkái közé, mint mondjuk az HMS Victory, az nagyon komoly szerkezeti károkat tud okozni. Így a tengeri csaták rövidek és robbanékonyak lesznek. A vasipar előretörése hozzájárult a megfelelő kovácsolt vas páncélzat legyártásához. Lehet hajlítani, lehet szegecselni, és egy egész hajót lehet építeni belőle, teljes egészében megtartva a vas előnyeit. A Warrior könnyen ellenállt a kemény csapásoknak, és épp oly keményen vágott vissza. A hajó főlövege egy 68 fontos elöltöltős ágyú volt. Tudott tömörlövedéket használni meg, akármi mást, amit csak bele akartak tuszkolni. Nagyjából ugyanolyan, mint amit az HMS Victorin lehet látni, csak sokkal nagyobb. A hatótávját nemrég számítottuk ki, nagyjából 460 méter volt. Ez nem semmi távolság a korabeli ágyúkhoz képest. Akkoriban ez volt a világ legjobb elöltöltős ágyúja. A Warrior újításai nem csak az építésre vonatkoztak. A legénységet nem besorozták, hanem rendes szakemberek voltak. A fedélzeten töltött idő alatt a hajó volt a mindenük. A hajón szolgáló emberek szét voltak szedve osztagokra. Mindegyik 18 fős volt. Az osztagok ezeken az asztalokon laktak az ágyuk között. Itt éltek, itt aludtak. Az ágyú fedélzeten zárva tartották a lőnyílásokat, mert úgy gondolták, bent tartja a meleget. Ennek köszönhetően sötét volt, így gyertyákkal világítottak. Ugyan a hajónak volt hajtóműve, az csak és kizárólag a hajócsavar meghajtására szolgált. A Warrior haditechnológiai szempontból lenyűgöző, de én épp oly érdekesnek tartom a rajta szolgáló legénység történetét. Ezek az emberek a 30-as, 40-es éveikben jártak, és meglehetősen ijesztőnek tűnhetett számukra ez a sok technológia. Világéletükben fából épült hajókon szolgáltak, majd átlettek helyezve egy olyan környezetbe, ami gyakorlatilag teljesen idegen a számukra. Ha a technológia ekkora kihívást jelentett a legénység számára, hasonlóan éreztek az admirálisok is. A Warrior újraírta a tengeri hadviselést. A vitorla óta a csaták kimenetele sokszor az időjáráson múlott. Immár nem. 360 fokban lehetett útvonalat választani, megközelíteni az ellenfelet és visszavonulni. A szél elveszítette a szerepét.
Arra volt tervezve, hogy a soron kívülről harcoljon. Akkoriban még az volt a taktika, hogy a hajóosztagokat sorokba rendezzük. A Warrior és a testvérhajója úgy épültek, hogy őrkutya módjára kívül vonuljanak. Képes volt távolról részt venni a harcban, távol tartva az esetlegesen erősebb hajókat. Az elsődleges célja az elrettentés volt. Kicsit úgy, mint a mai Trident tengeralattjáróknak. Azzal tengette napjait, hogy a francia partvidéken őrjáratozott, oda köszöngetve a francia hajóknak, akik szépen elvonultak a másik irányba. Az 1860-as évek elején Nagy-Britannia rendelkezett a világ legnagyobb hadiflottájával és a legveszélyesebb csatahajójával. A tengeren túldúló amerikai polgárháború azonban kissé másfajta hajókat produkált. Kisebbek, kísérletibbek, de épp oly végzetesek voltak. 1861-ben, nem sokkal a polgárháború kezdete után egy hajó kezdett formát ölteni a Gosport hajógyárban, Virginiában. Nem hasonlított semmi eddig épült hajóra. Egy megfigyelő úgy jellemezte, mint egy rosszban sántikáló krokodil. Ez volt a CSS Virginia. A konföderációs államoknak nem volt kezdetben rendes hadiflottája. Az északi hajók sokkal többen voltak, ezáltal könnyen blokád alatt tartották a legtöbb déli kikötőt. Egy ilyen kísérleti hajóval próbálta meg a vezetőség felvenni a harcot az északi flottával, megfordítva a háború menetét. Stephen Russell Mallory, a konfederáció haditengerészeti titkára azt mondta a kongresszusnak, hogy építeniük kell egy eddig sosem látott hajótípust, vassal borítva, húzagolt ágyukkal és egy hatalmas döfőkossal. Hogyha sikerül csinálnunk egy hajót, ami gyakorlatilag elsüllyeszthetetlen, az egyértelműen átbillenteni a tengeri egyensúlyt észak és dél között. At sea between north and south. A konföderáció azonban hiány volt a nyersanyagoknak. Lehetetlen lett volna egy új hajót építeni. De támadt egy ötletük. Egy régi csatahajó, a USS Merrimack testét használták, amit még a háború elején égettek fel és hagytak ott az északiak. A déliek sikeresen kiemelték a Merrimacket, majd elkezdték lefaragni és átalakítani. They cut her down and start to transform her. So they struck off all the. Leszették az összes árbocot, és mindkét oldalt feltöltötték ágyukkal. Egy-egy ment a tadba és az orrba, három lőnyílással együtt, hogy egyenesen és kicsit sréhen is lehessen velük lőni. A hajógyári munkások 4 extra munkaórát vállaltak minden este, mert az országnak sürgősen szüksége volt a hajóra. A Merrimacket, vagy új nevén Virginiát teljesen befették 2 réteg 51 mm-es vaslemezzel. Az elején pedig ott díszelgett a majdnem 700 kilós döfőkos. A Virginia fontos terv volt, de meglepő módon nem titkos. Akkoriban sem lehetett nagyon titkolózni, minden benne volt az újságban. Így hát az északi haditengerészet titkára Gideon Wells úgy döntött, szükség van egy ellenintézkedésre, építsünk saját páncélos hajót. Wells pályázatot hirdetett, a választás pedig John Ericssonra esett, aki korábban hozzájárult a brit hajó csavar kidolgozásához. A terve pedig nem volt más, mint a Monitor. A Monitor fedélzete kevesebb, mint 0,5 méterrel volt a vízfelszín fölött, és mindössze 55 méter hosszú volt, hogy minél kisebb célpontot jelentsen. Ericsson legnagyobb találmánya viszont a forgó lövegtorony volt. 8 réteg 25 mm-es vaslemez egy kis gőzgéppel forgatva. Miután megnyerte a pályázatot, mindössze 100 nap állt rendelkezésére, hogy megépítse a hajót, ami majd szembeszáll a Virginiával. Nos, 118 napba telik neki végül, de nem hiszem, hogy ez bárkit is zavart. Ha valami ennyire újszerű, még szép, hogy eltart egy darabig. Ha pedig megnézzük a CSS Virginiát, érthetővé válik a védekezés szándéka.
Itt egy kép a legénységről. Különböző életkorúak és nemzetiségűek, mint például Sia Carter, aki egy volt a 7 a USS Monitoron szolgáló afrikai-amerikai közül. 1862. március 6-án a Monitor elhagyta New Yorkot, délnek véve útját, hogy megtalálja Virginiát, mielőtt még komoly károkat okozhatna az északi flottában. A kapitánya John L. Worden volt. A legénység egy tagja így emlékezett vissza az útra. Hogy mennyire oda akartunk érni, de a vashajótest lassan úszott, és a hajtómű monoton kongása sem mutatott akármilyen gyorsulásra. Mondanom sem kell, nem ettünk semmit aznap este. Kétségtelen, hogy túl lassúak voltak ahhoz, hogy időben elfogják a Virginiát. Franklin Buchanan irányítása alatt a déli csatahajó óvatosan araszolt ki a Gosport hajógyárból. Közeli célpontjául Hampton Roads-ot jelölték ki, a világ legnagyobb természetes kikötőjét, amit az északi flotta már blokád alatt tartott. A konfederáció támogatóinak ugyanakkor megvoltak a kétségeik a hajó működésével kapcsolatban. Az emberek ott álltak a vízparton. Sokan azt kiáltották, próbálkozzatok csak a vaskoporsókkal, úgy se jó semmire. Buchanan beszédet mond. A konfederáció elvárja, hogy minnyájan teljesítsék kötelességüket. Rámutat az ellenséges flottára, és így folytatja. El kell kapnunk azokat a hajókat. Sokan panaszkodtatok, hogy nem jártatok még közel az ellenséghez. Ma ez megváltozik. Mindenki az ágyukhoz, mindenki a helyére. Elsüllyedünk, mintsem, hogy megadjuk magunkat. Ezzel a Virginia kihajózik Hampton Roadhoz. Egy őrszem a Minnesota fedélzetén felkiált. Kapitány, hozzon egy távcsövet, és nézzen ide. Azt hiszem, megérkezett. Eljött az idő a dél nagy reményének főpróbájához. A Virginia március 8-án ért ki Hampton Roadshoz, ahol elpusztított két északi csatahajót. Az egyiket meglékelte, a másikat felgyújtotta gyújtólövedékkel. Ezzel komoly csapást mértek az északi flottára. Ez volt az első alkalom, hogy egy vasból készült hajó elsüllyesztett egy fából készültet. Így néztek ki a Virginia ágyúi a Hampton Roads-i csata végére. A USS Cumberland-del vívott harc nyomait viseli. Ez az ágyú arra lett kitalálva, hogy gyújtólövedéket lőjön. Éppen betöltötték és tüzelni akartak vele, mikor a Cumberland egy lövése elvitte az ágyúcső elejét. Ennek köszönhetően az ágyú elsült, és hátra csúszott, megsebezve több matrózt is. Ennél az apró sikernél nagyobb azonban nem várt a Cumberlandre. Ez volt az amerikai haditengerészet legnagyobb veresége egészen Pearl Harborig. Washingtonban a kormány szinte pánikban volt. A hadügy titkára Edwin Stanton folyton kinézett az ablakon, hogy nem hajózott-e fel a Potomac folyón, hogy tűz alá vegye a Fehérházat. A délieknek elhatározott szándékuk volt, hogy egytől egyig megsemmisítik az északi flottát. Éjfélkor azonban egy furcsán kinéző páncélos hajó futott be Hampton Roadshoz New York felől. Megérkezett a Monitor. A csata még csak most kezdődött. Hajnalban az északiak által még mindig Merrimacnek nevezett Virginia elindult, hogy kivégezze az előző este zátonyra futott USS Minnesotát. A Virginia legénysége mit sem sejtett arról, hogy a Monitor a zátonyra futott hajó mögött rejtőzködik, várva, hogy kipróbálhassa újszerű fegyvereit. Március 9-én reggel a Minnesota ott áll zátonyra futva, ezért a Monitor bebújik mögé. Ott, ahol a repülőgép hordozók vannak, ott horgonyzott a Virginia. Rálő a Minnesota kötélzetére. Minek után hirtelen előúszik az apró kis Monitor. Ahogy átmásztunk a lövegen, a lövészek éppen egy 80 kilós lövedéket töltöttek be a hatalmas ágyúk egyikébe.
Küldjétek nekik szívélyes üdvözletünket, fiúk! Mondta a kapitány. A déli hajón azonban Roger Jones parancsnok tudja, hogy mivel állnak szemben. Konkrétan megvoltak neki a monitor tervei a Tudomány című lapból. Tisztában van vele, hogy a Minnesotával is harcolnia kell. A monitor útját állja, majd elkezdenek körözni. Viszont míg a Virginia körülbelül fél óra alatt fordul meg, a monitor ezt megteszi úgy 12 perc alatt, kedvére elvágva a Virginia útját. Lenn a hajótestben sejtésünk sem volt ellenfelünk pozíciójáról, távolságáról vagy harcmodoráról. Csak a kapitány parancsaira támaszkodhattunk. Szép lövés! Elkapta az oldalát! Az előző letépett egy vas darabot belőle! Megpróbálnak nekünk jönni! Adjunk nekik mindkét ágyúval! Csak harcoltak és harcoltak, majdnem 4 teljes órán keresztül, egymást lövöldözve, a lehető legnehezebb lövedékeket használva, de néhány horpadásnál többre nem jutottak, egyikük sem tudta átütni a másik hajóját. Bár mindkét oldal győzelemnek könyvelte el, a tény, hogy a monitor megakadályozta a Virginiát még több hajó elsüllyesztésében, a kis északi páncélos hajó oldalára billentette a mérleget. Annak ellenére, hogy a Virginiát sikerült visszatartania, 9 hónappal később a monitor legyőzetett egy sokkal hatalmasabb ellenség által. Sajnos a monitor 1862. december 31-én viharba hajózott, nem messze a partvidéktől. Rögvest elkezdték kimenekíteni a legénységet a hajót vontató Rhode Islandre, de a monitor megállíthatatlanul elsüllyedt, magával ragadva 16 tengerészt. A monitort 1973-ban találták meg. A masszív vas lövegtornyot pedig 2002-ben emelték ki. A torony jelenleg az ágyukkal együtt egy archeológiai laboratóriumban pihen, nem messze a Virginiával vívott híres csatája helyszínétől. Elképesztő volt. Emlékszem, amikor először megérintettem a tornyot, olyan volt, mint egy valóra vált álom. Egész életemben erre vártam. Csodálatos volt. A torony belseje tele volt tucatnyi különféle tárgyal, amit a hajót sietősen elhagyni igyekvő legénység hagyott hátra. Többek között mustáros palackok, villák és ruhadarabok is. Erre a toronyban bukkantunk rá. Megvan a teljes kabát, az ujjak, a háta, meg az eleje is. Ez a hajtás itt még a viselőjétől van. Egy korai 2 gombsoros kabát. Valószínűleg egy altiszté volt. A monitor legénysége olyan csatában vett részt, mint előttük még senki más. A hajó maga pedig tovább élt a róla elnevezett hajótípusban. Az elkövetkezendő 100 évben számos monitort állítottak szolgálatba. Ahhoz viszont, hogy Nagy-Britannia és a világ többi része felfigyeljen Amerikára, egészen másfajta hadihajóra volt szükség. A polgárháborút követő években az amerikai haditengerészet elvesztette innovatív lelkesedését. Az 1880-as évekre kiöregedett hadiflottája nemzetközi viccek tárgyává lett. Oscar Wilde drámaíró szavaival élve csupán rom és kuriózum. Az Egyesült Államok haditengerészete nem volt valami fényes állapotban a polgárháború után. Nem koncentráltak másra, csak a partvédelemre, utánpótlások fosztására, meg hasonló dolgokra. Egy évtizeddel később viszont ez mind megváltozott, mikor az Egyesült Államok és flottája megindult afelé, hogy végül globális szuperhatalom legyen. Az 1880-as években elkezdtek cirkálókat építeni acélból, lassan, de biztosan haladva a rendes csatahajók irányába. Az egyik első ilyen ki is van állítva egy philadelphiai múzeumban. Ez a USS Olympia. Az Olympia egy páncélozott cirkáló. Tervezése arra szolgál, hogy megvédje a legfontosabb részeket anélkül, hogy az egész test páncélba lenne burkolva.
Úgy gondolták, hogy egy ekkora és ilyen erejű hajó nem bírna el egy teljes páncélzatot. Így hát azzal rukkoltak elő, hogy építenek egy páncélozott burkot a hajó belsejébe, ami megvédi a hajtóművet, fűtőházat, kormányrudat, lőszerraktárakat, minden kulcsfontosságú elemet. A hajó oldalait maguk a széntározók védték. Teljesen vízzáróak, valamint egy becsapódó lövedék erejét maga a szén képes elnyelni. Az 1890-es évekre Amerika végre igazi Egyesült Államok lett, összekötve a keleti és nyugati partokat. Itt volt az ideje új határok után nézni. Az amerikaiak jelentős tengeri hatalommá kezdtek válni. Nem voltak egy súlycsoportban az oroszokkal, franciákkal vagy a britekkel, de jó úton haladtak a konkurencia irányába. Spanyolország, mint hanyatló birodalom, egyértelmű célpontjukká vált. A spanyol birodalom azonban még mindig elnyúlott a Távol-Kelettől egészen a mexikói öbölig, ahol Amerika kiszemelte magának Kubát. Ez a sziget tökéletesnek ígérkezett egy tengerészeti bázis létrehozására. 1898. januárja végén Amerika egyik legújabb csatahajója, a USS Maine, behajózott Havanna kikötőjébe, jelképezve a forradalmárok iránti támogatásukat. Úgy gondoltuk, hogy mi, mint egy nemzet, ami lerázta magáról az európai elnyomókat, ezáltal a függetlenségét kivíva, segíthetnénk hasonlóan cselekedni Kubának. Legalábbis így magyarázkodtunk magunknak. Február 15-én azonban a USS Maine egyszer csak felrobbant. 266 ember veszett oda. A hivatalos álláspont szerint egy spanyol akna okozta a robbanást, de valószínűleg egy a széntározóban keletkezett tűz volt a felelős. A sajtó azonban nem tágított, így született az Emlékezz a Maine-re csatakiáltás. McKinley elnök rögvest háborút hirdetett a spanyol birodalom ellen, hogy felszabadítsa Kubát az uralmuk alól, valamint, hogy Amerikának lehetősége legyen megszerezni a spanyol területeket a csendes óceánon. Amikor 1898-ban kitört a háború, az Egyesült Államok úgy döntött, nem csak a Kubába tartó, hanem a Fülöp-szigeteken állomásozó spanyol flottát is elpusztítja, hisz úgy érezték, ez az elsődleges teendő háború esetén. Az Egyesült Államok ázsiai flottájának élén a 60 éves George Dewey admirális állt. Zászlós hajója az Olympia fedélzetén fogadta a támadási parancsot. A hajókat elfogni vagy megsemmisíteni, teljes erőbedobás szükséges. Dewey 9 hajóból álló flottája megindult a Fülöp-szigetek felé. Manilla partjaitól nem messze várt rájuk az immáron elavultnak számító spanyol flotta, Don Patricio Montohói Pasaron ellentengernagy vezetése alatt. A spanyolok vezetője Montohó tisztában volt vele, hogy a nagyrészt fából készült, páncélozatlan cirkálokból álló rövid hatótávú flottája teljesen elavult volt az amerikai hadiflottához képest. Ennek következtében úgy döntött, hogy a lehető legközelebb helyezi őket a parthoz, így amikor elsüllyednek, a legénységnek van esélye partra jutni. Montohó hagyományos csatasorba rendezte hajóit, készenlétben állva az amerikaiak érkezésére. 1898. május 1-én kora reggel Dewey flottája az Olimpiával az élén behajózott a Manila öbölbe. Négy lövegtornyokba helyezett 203 mm-es, 10 oldalra néző 127 mm-es, 14 57 mm-es, valamint 6 37 mm-es ágyúból álló fegyverzete komoly elrettentő erővel bírt. Elődeivel ellentétben pedig a szél mit sem jelentett neki. Amikor Dewey elérte az öblöt, döntés elé került, vagy lehorgonyzik a spanyolokkal szemben és lövöldöznek egymásra, amíg meg nem adják magukat, vagy távolabb hajózik, így redukálva a hajóira leselkedő veszélyt. Dewey admirális az Olimpia hídján állt fehér uniformisában. 15 percnyi spanyol ágyútűz után ő is kiadta a tűzparancsot. A flotta tüzel, majd visszafordul és ismét tüzel. Addig lövik a spanyol flottát, amíg azok fel nem vonják a fehér zászlót, vagy megsemmisülnek.
Az olimpia ágyúinak akkora ereje volt, hogy a fűtőházban alig tudtak talpon maradni a lökés hullámoktól. Az ágyú fedélzeten a tüzérek cipőben maradtak, hogy ne süljön meg a lábuk a szinte izzó fedélzeten. Hasonlóképpen a 36 évvel korábbi Hampton Roadshoz ezt a csatát is egyszerű tűzpárbajként emlegetik tovább. Ez volt a 19. század egyik utolsó csatája. Nem voltak tengeralattjárók, se repülőgépek, se katonák. Nem volt más, csak két flotta küzdelme. A célzáson viszont volt mit javítani. Az amerikai flotta 5859 lövést adott le, aminek kevesebb, mint 2%-a talált. A spanyolok még ennél is rosszabb pontossággal büszkélkedhettek. Ezek a flották még csak ekkor tanulták a hadviselést, nem volt még semmi tapasztalatuk. Hatórányi csatározás és több hajójának elvesztése után Montojo felvonta a fehér zászlót. A spanyol flottát darabokra lőtték, a fele elsüllyedt, a másik pedig használhatatlan állapotban volt. A Reina Cristina legénységéből 330 ember vesztette életét, 90 pedig megsérült. A Castilla kigyulladt és elsüllyedt, 25 embert ragadva magával a hullámsírba. Az Olimpia viszont behajózott Manilába, a hajó zenekara spanyol dallamokat játszott a flottát bámuló lakosok szórakoztatására. Az óceánon túl pedig Dewey nemzeti hőssé vált. Gyakorlatilag ő az egyik első igazi popsztárunk, ha úgy tetszik. Mindenhol ott volt, a hirdetésektől kezdve a gyógyszeres üvegeken keresztül a zenedobozokig. Az emberek képeket tartottak róla otthon, igazi hős volt. A legnagyobb kihatással a jövőre azonban az admirális következő döntése volt. Rövidesen a csata füstjének elülése után Dewey gyökeres változást hozott az amerikai külpolitikába. Egy sereget kért a szigetek megszállásához. Vissza kellett volna térnie a bázisára Hongkongba. Ehelyett a következőt gondolta. A spanyol flotta elpusztult, így itt van ez a hatalmi vákum. Nincs itt senki más, csak a németek, akik meg is jegyezték, hogy ha máshol akad dolgunk, majd ők felügyelik ezt a területet. Ez azt jelenteni, hogy a németek elveszik maguknak a szigeteket, vagy esetleg más kaparintja meg őket, ki tudja, milyen kellemetlen dolgokat, esetleg kész káoszt eredményezve ezzel. Nincs más választásunk, kötelességünk itt maradni és felügyelni a Fülöp-szigeteket. Ugyanez nem volt része az eredeti haditervnek, de Amerika megtartotta a szigetek fölötti uralmát, ezzel létrehozva Jobsuhiján egy tengeren túli amerikai birodalmat. A békeegyezmény keretében Spanyolország átengedte az Egyesült Államoknak a Fülöp-szigeteket, Guamot, Wake Islandet és Puerto Ricót. Hetekkel az előbb leírt csata után az Egyesült Államok Hawaiit is birtokába vette. Hawaii, Guam és a Fülöp-szigetek annektálása által az Egyesült Államok szertett egy sor ugrópontra, keresztül a Csendes óceánon. Ez egyszerűbbé tette a hozzáférést a távol-keleti piacokhoz, így hát elmondhatjuk, hogy a Manila-öböli csata Amerikát szuperhatalommá tette. Amerika újdonsült státusza pedig katalizátorként hatott a tengerészet fejlődésére. Mindössze 12 évvel a Manila-öböl után az Egyesült Államok megrendelt egy olyan hajót, ami mellett az Olimpia viktoriánus emléktárgyát törpült. Ez a hajó egy forradalmi új brit csatahajó dizájnjának másolata volt, amely beharangozta a dreadnoughtok korát. Az 1860-as évek elején az HMS Warrior fedélzete egy fiatal hadnagynak adott otthont. A haditengerészet egy születő csillagának, Jackie Fishernek. Gyakran sétált a South Downs-on tüzérségi parancsokat üvöltözve, hogy jól lehessen hallani akár 60 méterről is. Elhatározta, hogy ő lesz a legjobb tüzértiszt a haditengerészetben. Fisher 1904-re elfoglalta a királyi haditengerészet főparancsnoki pozícióját. Létrehozott egy új hajótípust, melynek segítségével Nagy-Britannia megtarthatja a helyét a legnagyobb tengeri hatalomként.
A brit hadiflotta hatalmas volt. Egy 1897-es áttekintésben megállapították, hogy több hajóból áll, mint a mögöttük álló hat nemzet teljes hadiflottája. Viszont köszönhetően annak, hogy ennyire előre törtünk technológiailag, elértünk egy úgymond nyugvó pontot, aminek következtében a többi nemzet kezdett minket utolérni. Fisher új hajója a britek tengeri múltjából merített ihletet. Milyen is volt a Warrior, amikor megépült? Kiemelkedően erős és gyors. Jackie Fisher pedig emlékezett erre. Az új csatahajó a Portsmouth-i kikötőben épült teljes titokban. 130 nap alatt készült el, és úgy hívták HMS Dreadnought. Amikor 1906-ban vízre tették, a világ el volt képedve. Egy 55 évig tartó tervezési procedúra végére elkészült egy hajó, ami ugyanazt nyújtotta, mint egy Corona Warrior. Nagyobb volt, mint akármelyik csatahajó. Nagyobb tűzerővel bírt náluk, és számos technológiai újítással rendelkezett. Volt tüzértisztként pedig Fishernek határozott célja volt kiküszöbölni egy égető problémát. A csatahajókon temérdek ágyú volt, és mindegyik célzását és tüzelését külön tisztek végezték. Esélytelen volt megfigyelni és korrigálni a lövedékek útját, mert mindenki egyszerre lőtt, ki tudja, melyik lövés kié volt. A Dreadnought 10 darab 305 mm-es ágyúját viszont egyetlen tüzértiszt irányította. Elsüthette külön az ágyúkat, elsüthette az összeset egyszerre. A füst fölül nézte az egészet, így sokkal jobb belátása nyílt mindenre. Láthatta, melyik lövés hová csapódik, így könnyen korrigálhatott. Ennek köszönhetően lehetőség nyílt az eddiginél sokkal jelentősebb távolságok belövésére. Megváltoztatta a játékot a tengeri hadviselés terén. Minden más hajót elavulttá tett, és minden ezen túl épült csatahajó Dreadnought típusú lett. A Dreadnoughtok gyorsak voltak. Egy újfajta meghajtást használtak, a turbinát. A turbina magas nyomású gőzt juttat egy sor döntött lapát közé egy zárt tartályban. Ez nagy sebességgel forgat egy elektromos generátort, ami pedig meghajtja a hajó csavarokat. A világ hamarosan követte a brit példát. De a kora 20. század számtalan dreadnoughtja közül egyetlen maradt meg. És ez a hajó nem más, mint a USS Texas. Vízrebocsátásakor a Texas, mint minden más dreadnought, technológiai csodának számított. Ilyenkor képzeljünk el egy ifjú matrózt, egy 16-18 év körüli fiút, aki felszáll erre a hajóra 1914-ben. Akárhonnan is jött, az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából vagy máshonnan, valószínűleg nem volt áramuk otthon. Talán még a víz sem volt bevezetve. Egy-két szobás házban éltek, lehet csak egy ágyuk volt. Meglátja ezt a monstrumot, kivilágítva az elejétől a végéig. Folyóvíz, ahol csak szükség van rá, napi háromszori melegétel, saját ágy. Talán ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor egy mai ember belép egy űrhajóba vagy holdkapszulába. Egy átlag ember számára hihetetlen élmény volt, mintha idegen technológiát látna. A korabeli hajók szempontjából pedig szintén semmi hozzáfogható nem volt. Nagyobb és több ágyúja volt, mint akármelyik másik hajónak. A hajótest is nagyobb volt és jobban páncélozott bármelyiknél. A legtöbbnél pedig gyorsabb is volt. Ha behajózott egy csatába, annak rövidesen garantáltan vége szakadt. A Texasban még mindig az eredeti 1912-es hajtóművek vannak. A tervezők a három tengelyes hajtómű mellett döntöttek, melyet korábban óceánjárókon használtak. A magas nyomású gőz bejut az első tengelybe, megmozgatva a dugattyút, ami megforgatja a hajó csavart.
Az alacsonyabb nyomású fáradt gőz átkerül a második tengelybe, megmozgatva a második dugattyút, minek utána a folyamat megismétlődik a harmadik tengelyben is. Néha szeretünk viccelődni azzal, hogy ezt a hajtóművet két helyen lehet látni. Itt és az Atlanti-óceán fenekén, ugyanis a Titanicnak ugyanilyen típusú hajtóműve volt. Méghozzá kettő az oldalsó hajócsavarokhoz, a középsőt pedig egy egyszerű turbina hajtotta. Akkoriban ez teljességgel csúcs technológiának számított, ezért is használták a Titanicon. Gyorsak voltak és hatékonyak. A Dreadnought érkezése 1906-ban végleg megváltoztatta a hadihajókat. Megállt parancsolt a hajóépítésben, mert mindenki azon gondolkodott, hogy mi a fenét kezdjünk ezzel. Ettől kezdve Nagy-Britannia egyértelmű előnyben volt riválisaival szemben. Franciaország, Németország és Amerika azonban könnyűszerrel reagált. Itt van ez a címlapra illő hajó. Ijesztőnek és erősnek tűnik. Ez a jövő. És mindenkinek fáj rá a foga. A probléma az, hogy a brit flotta előrehaladottsága egyetlen csatahajóra redukálódott. Ez egy új kezdőpontot határozott meg a tengeri fegyverversenyben. Esélyt adva más, kevésbé erős nemzeteknek, elsősorban Németországnak és Amerikának a felzárkózásra. A Dreadnought egyetlen suhintással elavulttá tette világszert az összes hadihajót. A 20. század elejére a szuperhatalmak szimbóluma a hatalmas, fémből épült csatahajó lett. A kor kezdeti brit dominanciája kiegyensúlyozódott. Az új riválisok pedig új fejlesztéseket vezettek be. Ilyenek voltak a modern torpedók és a tengeralattjárók. A dreadnoughtok ereje rövidesen megmérettetik, a tengeri hadviselés művészete pedig egyszer és mindenkorra megváltozik.